Sziasztok, Gábor vagyok. A mai nap kenyérkészítéssel fogok foglalkozni, azt szeretném nektek bemutatni. Láttam az interneten, a YouTube-on, hogy nagyon sok még búzakenyereket készít, és ennek már nagyon nagy kelletje van. Én ettől a sémától egy picit szeretnék eltérni, és mivel Németországba élek, ezért szeretnék bemutatni nektek egy kifejezett német kenyeret, eredeti német recept alapján, a Roggenmischbrotot, ami magyarul egy kevert rostkenyér, nagy tartalmú rostlisztet és nagy tartalmú kovász tartalmaz. Ez egy savanyú kenyér, azért kell hozzá nagyobb kovász mennyiség. Tehát amire szükségünk lesz, rozsliszt, fehér kenyérliszt, kisebb mennyiségben, só, egy nagy adag kovász, amit tegnap elkészítettem, és be is mutatok nektek, hogy hogyan készült. Tehát elkészítem a kovászt a holnapi kenyérdagasztáshoz. Ehhez szükségem lesz 280 g rozslisztre, 90-es rozsliszt, 250 ml 40 fokos víz és 30 g érett kovász, amit kovászmagként fogok alkalmazni. Ha esetleg nincsen még kovászatok, akkor az előző videómban a YouTube csatornámon vissza tudjátok nézni, hogy hogyan kell kovászt készíteni. Aki ezt a 10 napos folyamatot végigcsinálta, ami a videómban szerepelt, ő a legutolsó eltetés után, 12 óra érlelés után most fel tudja használni a kovászát. Akinek van esetleg már máshonnan előzőleg kovásza, neki javaslom, hogy egy kis rozslisztet etesse át a kovászát, mivel ez egy rozsos kenyér lesz. Tehát ezeket az összetevőket igazából összemérem, és egy fakanállal összekeverem. Hát ez egy fogósabb, keményebb kovász lett. Viszont én ezt a kovászt 18-20 órán át érlelni, pihentetni hagyom, és csak utána állok neki belőle kenyeret dagasztani. Erre húzok egy folpakkot, hogy megvédjem a kiszáradás ellen. Elzárom levegő útját. És hát lehetőség szerint a legoptimálisabb, hogyha 28 fokon tudjuk tárolni, bár azt tudom, hogy nagyon sok esetben nagyon nehéz megoldani, de minden esetre egy meleget ponton a lakásba. És ebből fog elkészülni 20 óra múlva a kenyerünk. Mivel végigcsináltuk a 10 napos kovászetetést, azért innentől kezdve ezt nem kell újra csináljuk előről, hanem fogunk egy új üveget. Ebből a kovászomból átmérünk 50 g-ot, úgy, mint ahogy ezt előző etetéseknél csináltuk. És igazából még egyszer megetetjük a kovászt. Én most már fehér lisztnek és teljes kérlés lisztnek a keverékéből fogom megetetni, mivel legközelebb videómban szeretnék egy ilyen félbarna kenyeret teljes kérlésű liszt felhasználásával bemutatni. Ezt a kovászt most 2 órán át hagyom pihenni szobahőmérsékleten, 2 óra után rázárom a fedelet és berakom a hűtőszekrénybe. A hűtőszekrényből hetente egyszer előveszem, 4 órát hagyom a konyhapulton állni, hogy beinduljanak ismét egy piszta folyamatok, mivel a hűtő lelassítja, és utána beetetem 4 óra után. Az etetés után 2 órát kinhagyom, utána ismét visszateszem a hűtőbe, és így tudjuk ezt igazából egy életen át csinálni vele. Tehát egy életen át tudjuk ezt etetni, nevelgetni. Azt javaslom, hogy kenyérkészítés előtt mindig vegyétek elő, és azért egy 2-3-szor 12 óránként etessétek át, mielőtt felhasználjátok, hogy ismét vissza tudjon erősödni a hűtés után. És a víz, amiben már elkevertem, feloldottam az élesztőt.
Azt nem mondtam el, hogy ez a kenyér egy kovász és élesztő keverékéből fog összeadódni, tehát kovászos kenyér, de az élesztő is fog benne segíteni. Összeütöm először az alapanyagokat a só kivételével, és összedagasztom. Megkaptam egy összefüggő tészta állagot, picit leállítom a gépet, hozzáadom a sót, és így keverem tovább. A tésztám elkészült. Ettől a tésztától se kell várni, hogy elváljon az edény falától. Most el kell rugaszkodjunk a búzalisztes tésztáktól, mivel ez az ostészta teljesen más, teljesen különbözik tőle. Ez ragadni fog, nem is picit. Ezt a tésztát egy rozslisztel vastagon felisztezett felületre kiöntöm. Ha ezzel megvagyok, akkor egy picit fölgyúrom. Ismét találisztezek, hogy ne tapadjon le. Letakarom, hogy a bőrösödés ellen, a kiszáradás ellen védje. És így hagyom meg neki a tésztaérés időt, ami a rostészta esetében csupán 10-15 perc. Tehát eltelt a 15 perc tésztaérés idő. A tésztámat elosztom körülbelül két részre. Ebből kettő kenyeret fogunk készíteni. A gömbölyítést egyesével mutatom meg, úgy talán egyszerűbb lesz. Hajtok egyet rajta, amit hajtottam, előre tolom. Megint hajtok egyet rajta, amit hajtottam, megint előre tolom. Hajtok rajta, előre tolom, és így tovább. Így elérek egy gömbölyded állagot, ezt a részét, a slusszát, ezt rozslisztbe teszem. Erre azért lesz szükség, mert a slusszával fölfelül lesz sütve, és ott szét fog repedni. Ez egy szép rusztikus jelleget fog adni a kenyérnek. A másikat is megformázom. A slusszát nem zárom teljesen össze. A slusszát rozslisztbe teszem. Hogyha megvan. Előkészítettem kettő ilyen kisebb gömbölyt tálat, illetve kosarat, amiben tettem konyharuhát, megdiszkeztem rozslisztel, és ezzel a slusszos részével lefele bele fogom tenni a kenyeret, és utána visszacsomagolom rá a konyharuhát, így fogom keveszteni. A keresztés körülbelül 40-45 percet fog igénybe venni, a keresztés után találkozunk, és előkészítjük kenyereket sütésre. Megkelt az első kenyerünk, tettem rá még egy fülőt, illetve hát egy másik tálat, hogy a bőrösödés ellen azzal is jobban védjem, kicsomagolom, és ahogy látjátok, hatalmasra kelt. Ezzel most az lesz a dolgunk, óvatosan kiborítjuk egy sütőpapírnak a közepére. Így. Nem kell megvágni a kenyeret, azért raktam slusszal lefele, mert ezek a repedések gyönyörűen szét fognak nyílni, és egy rusztikus állagot fognak kölcsönözni a kenyér kinézetének. A sütőbe
már előmelegítettem egy vaslábost, abba fogjuk sütni födővel, így nem kell gőzképeznünk a kemencébe, mivel a kenyérnek a párája vissza fog rácsapódni, és ezáltal megpuhítja a felületét és fényesíti. Itt az előmelegített vaslábosom. Ebbe óvatosan átemelem a kenyeret. A papírt picit körbevágom. Rárakom a födőt, ezt lehetőleg minél gyorsabban kell csinálni, és így megy vissza a sütőbe. A sütőm 250 fokra volt előmelegítve, ezen a 250 fokon fogom 25 percig sütni, 25 perc után leveszem róla a fedőt, és 30 percen 210 fokra visszaveszem a sütőt, és 30 percen át úgy fogom tovább sütni. A sütésben találkozunk. Annyit pontosítanék az előbb elmondattakon, hogy amíg az első kenyeret keresztettem és megsütöttem, addig a második kenyeret végül a hűtőszekrénybe tettem be, és a hűtőszekrénybe ez 1 óra 40 perc alatt ugyanúgy megkelt, mint az első kenyér, gyönyörű nagy lett. Ennél ugyanúgy fogok eljárni, mint az első kenyér, ugyanúgy fogom vetni és sütni is. A sütésben ami kis különbség, mint amit először elmondtam, hogy nem 210 fokra állítom vissza a sütőhőmérsékletét, hanem 225 fokra. Tehát csinálom is ezt. Hát kisült mind a két kenyér. Én úgy gondolom, hogy sikeres lett, nagyon szépek lettek, nézzétek meg. Süthetitek szerintem egy órán át is, azzal nem tesztek rosszat, ez rost tészta, ez véri a sütést. Az egyik kenyeret föl is fogom vágni, hogy lássátok, hogy belülről milyen lett. Hogy halljátok, jó ropogós a héja. És ilyen lett a bélzet. Nagyon szép, ennek ilyennek kell lenni, igazából ez rost kenyér, aminek egy picit kisebb lyukacsos a bélzete, egy picit tömörebb a bélzete, mint a búza kenyéré. Remélem, hogy kedvet kaptok hozzá, hogy elkészítsétek. Akinek nincs kovásza, még egyszer mondom, kovászolós videómat is nézze meg, és az alapján meg tudja csinálni a kovászt ez a kenyérhez, és el tudja készíteni ezt a kenyéret. A következő kenyér, amit el fogok készíteni, az egy búza kenyér lesz a későbbi videókban. Addig is a kovászatokat búzalisztekkel etessétek a videóban megadott arányokba. Sziasztok!